Szép jó napot kívánok minden kedves megjelent hölgynek és úrnak. Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent képviselő hölgyet és urakat. Aki esetleg még nem jelentkezett be, de jelen van, azt kérem tegye meg, bár én úgy látom, hogy aki jelen van, mindenki be is jelentkezett. Képviselőtársaimnak jelzem, hogy 12 fővel tartózkodunk a teremben, így ha határozatképes, azt a közgyűlést így megnyitom, hatan hiányoznak, voltak, akik jelezték is előre. Képviselőtársaim, a közgyűlés anyagát írásban megkapták, kérdezem, hogy van-e bármilyen napirendi javaslat az előzetesen kiküldötthöz képest. Megállapítom, hogy nincs, így szavazásra bocsátom az eredetileg kiküldött napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem most szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napi rendet elfogadtuk. Soron következik az előterjesztés a villamos és földgázenergia közbeszerzésével kapcsolatos döntésekről. Kérdezem a tisztelt képviselőtársakat, van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Úgy látom, hogy nincs, nyilván mind a bírálóbizottság, mint pedig a közbeszerzési döntőbizottság, azt gondolom a közbeszerzők felé és a szakemberek felé föltette mindenki a kérdést, és válaszokat is kaptunk rá, így elsőként az egyes határozati javaslatról kell szavaznunk, aki ezzel egyetért, kérem most tegye meg. Megállapítom, hogy 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtuk, most pedig a kettes határozati javaslatról kell döntenünk. Aki támogatja, kérem, most megteheti. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtuk, mivel napirend utáni hozzászólásra nem érkezett igény, így a rendkívüli ülés végére értünk. Köszönöm szépen a képviselőtársaknak a határozatképességet, hogy biztosították. További szép napot és jó munkát mindenkinek, és a jövő héten találkozunk.